Tisztelt polgármester urak, alelnök úr, elnök úr, kedves jelenlévők! Miközben ezt a csodálatos muzsikát hallgattam, amivel sikerült ezt a mai, amúgy is örömteli pillanatot még meghittebbé varázsolni, arra gondoltam, hogy mindannyian jobban járnánk, ha az én köszöntöm helyett még egy darabot hallgatnánk meg, de mivel ezt nem beszéltük meg, így kénytelenek az én néhány mondatomat végighallgatni. Én azt gondolom, hogy bárki, aki a líder pályázatokkal kapcsolatba került az elmúlt időszakban, már nagyon várta ezt a mai napot. Az, hogy milyen konfliktusok kísérték szűkebb pátriánkban ezeket a pályázatokat, azt gondolom, hogy talán most már említése sem érdemes. Ehelyett azt az reményemet fejezem ki, hogy a Balaton-Gyöngye Vidékfejlesztési Egyesület egy igaz gyöngyként tisztán, fényesen, csillogva az elkövetkezendő időszakban minden érintett számára kedvező döntést hozva bonyolítja majd ezeket a pályázatokat. Azt, hogy milyen zűrös volt ez az elmúlt időszak, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ahogy elnézem a határozatok mennyiségét és a jelenlévők számát, hát bizony sokan talán az értesítést sem vették komolyan, és nem csak a nagy meleg miatt nem jöttek el, hanem nem hitték el, hogy végre eljutottunk addig a pontig, amikor a pályázó önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások átvehetik a határozatot arról, hogy a céljaik megvalósításához mekkora támogatást kapnak ebből az uniós forrásból. Az a mondás jutott eszembe, ami talán az utóbbi időben, talán éppen a hivatásos aggódók tevékenysége nyomán egy kicsit feledésbe merült, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Manapság egyre inkább hallunk, legyen az önkormányzat, vállalkozás vagy civil szervezet inkább panaszkodó vezetőket és tagokat, és csak kevesen vannak azok, akik azt mondják, hogy ha előre akarok lépni, akkor nekem magamnak is kell tennem ennek érdekében valamit, legalább egy pályázatot megírni, de a pályázatnak van egy, ha az az első lépés, akkor van egy nulladik lépése is, hát ki kell találni valamit. És aztán ennek vannak ugye feltételei a pályázat megvalósulásának, például bizonyos esetekben önrészt is kell hozzá biztosítani, és egyéb más feltételeknek is meg kell felelni, és bizony sokan választják inkább a panaszkodást, a jajongást, mint azt, hogy a saját kezükbe vennék a vállalkozásuk, egyesületük vagy önkormányzatuk boldogulását. Akik ma itt vannak, akik ma egy pozitív döntésről szóló határozatot átvehetnek, nem így gondolták, hanem vállalták ezt a munkát. A saját kisebb közösségük, de meggyőződésem, hogy az egész térség boldogulása érdekében. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ezeket a célokat sikerüljön megvalósítani, hogy együtt és külön-külön örülhessünk egymás sikereinek, és szolgálják ezek a pályázatok az itt élők boldogulását és erre a vidékre érkező vendégek szórakozását. Kívánok a pályázati célok megvalósításához erőt, egészséget és nagyon jó kedvet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek, kedves jelenlévők! A Somogy megyei önkormányzat közgyűlése nevében nagy tisztelettel, szeretettel és őszinte barátsággal köszöntöm Önöket ezen a szép és annál inkább forróbb nyári napon. És csatlakoznék egy kicsit az előttem szólókhoz. Ünnepi beszédet mondott itt a moderátor úr, ünnepi beszéddel hát nem tudtam, hogy készülni kell, de talán néhány pontban rávilágítanék arra, hogy az elmúlt hónapok, elmúlt hetek milyen küzdelemről szóltak és milyen eredménnyel zárultak a Somogy megyei vidékfejlesztés életében, a Somogy megyei vidékfejlesztés tekintetében, amelyen most már azt mondhatjuk, hogy sikeresen túl vagyunk, és valóban a mai átadandó támogató oklevelek, támogató dokumentumok igazolják és bizonyítják ezt leginkább. Igazi ünnep ez a mai nap,
a Somogy megyei vidékfejlesztés ünnepének is apostrofálhatnánk, azt gondolom, és erről az ünnepi hangulatról gondoskodik ez az impozáns környezet, a Balatonlellei Városháza díszterme. Gondoskodik róla ez a kiváló előadói tevékenység és műsor, amit itt hallhattunk az előbb. És azt gondolom, hogy az ünnepről, nem utolsó sorban, ezek a támogatói szerződések, ezek a támogató oklevelek gondoskodnak mindannyiuk számára, akik eljöttek ide, hogy részt vegyenek ezen a kis szűkörű átadó rendezvényen. Én joggal tedik fel a kérdést, hogy Somogy megyei önkormányzatilag a Somogy megyei közgyűlés miért és milyen alapon vesz részt egy ilyen rendezvényen, és egyáltalán milyen funkciót, milyen szerepet tölt be a megyei önkormányzat és a megyei közgyűlést képviselő alelnök egy ilyen rendezvényen. Hát természetesen örömmel jöttem, mert somogyi emberként, balatonparti emberként, nem csak úgy, mint a megyei közgyűlés alelnöke, hanem balatoni lakosként mindig öröm számomra, ha valamilyen beruházás, fejlesztés valósulhat meg itt szűkebb környezetünkben. És azt gondolom, hogy ez a közel valamivel több mint 200 millió forint, amely ma itt odaítélésre kerül, azt gondolom, hogy méltán megalapozhatja ezt a jó kedvet, ezt az optimizmusunkat, hiszen madóban ragyogó ötletek valósulhatnak meg ezeknek a lideres pályázati forrásoknak, támogatásoknak a következtében. A másik ok, amiért jelen vagyok és elfogadtam az elnök úr meghívását, ez pedig arra vezethető vissza, hogy bizonyára önök közül sokan ismerik, hogy a korábbi gazdasági társasági formában működtetett helyi akciócsoportok szerepét az egyesületeknek kellett a jogszabályi következmények következtében átvenni, és ennek eredményeképpen létrejött itt még a múlt év őszén talán egy vidékfejlesztési egyesület, a Balatonjönye Vidékfejlesztési Egyesület, aki egészen 2012. május 1-ig várt arra, hogy a irányító hatóság által az úgynevezett HACS minősítést megszerezze. Hát ezen túl vagyunk, de május 1 után begyorsultak a mindennapok, hiszen ott állt az egyesület HACS minősítéssel a kezében, és sem infrastruktúrája, sem akkreditált feltételeknek megfelelő munkaszerveti irodája, ehhez szükséges szoftver, hardware-eszközök nem álltak rendelkezésére. Hát valamit tenni kellett, ezt a megyei önkormányzat ezt a problémát igyekezett felkarolni, felismerni, és mivel a jogszabályi lehetőségek már megadják, megteremtik a feltételet annak, hogy bevont szervezetként munkaszervezeti feladatokat, az úgynevezett akkreditált feladatokat a megyei önkormányzatok hivatala ellássa, így segítségére siettünk a Balatonjönye Vidékfejlesztési Egyesületnek, és hogy ez miért volt nekünk fontos, túl azon, hogy a vidékfejlesztést szeretnénk támogatni, szeretnénk felkarolni, hiszen a jövőben 2012. január 1-től egész pontosan a megyei önkormányzatok feladat és hatásköre jelentősen átalakult, hiszen elsősorban a területfejlesztési feladatokat kell ellátnunk. A területfejlesztés és a vidékfejlesztés pedig kéz a kézben jár, ahogy én szoktam mondani, tehát nagyon szerencsés, hogyha a kettő valamilyen formában tud a másikról, illetve be van csatornázva a területfejlesztés és a vidékfejlesztés is. És hát felismertük azt is, hogy itt 33 település által alkotott lefedettségi területről van szó, ez közel 56 ezer Somogy megyei polgárt érint, és az nagyon fontos volt számunkra, hogy ezek az Európai Unióból lehívható vidékfejlesztési lideres támogatások, ezek minél hamarabb, hatékonyabban, sikeresen és eredményesen megvalósulva kifizetésre kerülhessenek. Ezért nyújtott a megyei önkormányzatunk ebben a feladatellátásban segítséget a Balatonjönye Vidékfejlesztési Egyesületnek, ezzel mint egy adaptálható modellt alkottunk meg az országban elsőként itt Somogy megyében, és nem csak a megyében, a többi líder érdeklődik intenzíven most már erről az együttműködés irányában, és próbálnak lépéseket tenni, és jelenthetem önöknek, hogy reményeink szerint az őszre vagy a tél elejére a megyében működő 6 líder akciócsoportból további 2 fog ebbe a fúzióba részt venni, és a megyei önkormányzatot bevont szervezetként fogja választani a munkaszervezeti feladatok, akkreditált feladatok ellátására. Ebbe a folyamatban végig ügyeltünk és ugyanis fogunk arra, hogy a legfőbb elve, a legfőbb alapelve a lídereknek az úgynevezett szubszidiaritáshoz ne sérüljön, hiszen nyilván az alulról jövő igényekről, az alulról jövő kezdeményezésekről és az alulról jövő döntésekről kell, hogy szóljon a líder. Ezt a fajta úgynevezett HACS tevékenységet nem fogja elvenni a megyei önkormányzat, pusztán az akkreditált feladatok üzemeltetésében, a végrehajtásában kíván közreműködni. És hogy ez miért lesz jó a jövőben reményeink szerint? Hát az elmúlt években számos alkalommal, nem kimondottan Somogy megyében, de az országban több településen láthattunk olyan párhuzamos fejlesztéseket, amelyek talán nem szolgálták az ott élőknek az igényét leginkább.
hiszen csak egy példát mondjak önöknek, 200-300 fős a településeken az település pályázott egy Európai Uniós strukturális vagy kohéziós alapból pályázatból mondjuk egy művelődési ház felújítása, teljes rekonstrukciójára. Ezzel párhuzamosan adott településen működő civil szervezet megpályázott egy úgynevezett IKST létrehozását. És azt láthattuk, hogy a működtetési kötelemnek eleget kell, hogy tegyen a 200 fős település, és hát bizony a mindennapi túlélésért küzd, hogy a két amúgy egyébként nagyon rokon feladatot ellátó intézményt fent tudja tartani. Hát most az a célunk ezzel az együttműködéssel, hogy jelentős mértékben ezeket a párhuzamosságokat minimalizáljuk, és valóban az itt élő embereket ebbe segítsük. És jó azt látni, hogy ebben a Vidékfejlesztési Minisztérium minket igen széles körben támogat, és jó azt látni, hogy most már heti szinten érkeznek hozzánk megyei elnökök, alelnökök, hogy ezt a modellt megpróbálják valóban átültetni az ő megyéjükre is, és én azt gondolom, hogy ha minden jól fog haladni, akkor a következő év elejére a további három helyi akciócsoportnak a fúziójára, integrációjára is sor kerülhet munkaszervezet által, és mivel hogy a helyi érdekképviseletre az előbb hivatkoztam, ne szűnjön meg, természetesen mindenhol, így Fonyódon is, a Balatonnyógyi Egyesület székhelyén is információs pontként, ügyfélszolgálati irodaként nevezhetjük bárhogy. Továbbra is működik az a tanácsadó háttér munkaszervezet, aki a helyi tervezésben, a helyi pályázati segítségnyújtásban szerepet tud játszani. Én is azt kívánom önöknek, képviselőhöz hasonlóan, hogy legyenek ezek a pályázatok valóban képesek arra, hogy azokat a célokat és azokat az eredményeket megvalósítsák és elérjék, amit annak idején ezeknek a pályázatoknak a megálmodói önök zászlajukra tűztek. Ehhez kívánok önöknek nagyon sok örömet, boldogságot, jó egészséget és sok sikert. Köszönöm, hogy meghallgattak. Polgármester urak, elnök úr, alelnök úr, milyen tisztelt hölgyek, urak! Az előttem szólók említették, hogy ünnep a mai nap, szerintem is az, ugyanis az egészséges lelkületű ember, ha valami létrejön, ha valami születik, azt ünnepnek tartja. És ma valami ilyesmi történik, és a kisközösségek általában ilyen alkalmakhoz kötik az ünnepeiket. Ma egy korszak lezárul, és egy új korszak nyílik meg. Ezek a támogatási kérelmek, amik átnyújtásra kerülnek, ez a korábbi HACS kiírása szerint pályázott és elbírált hát pályázatok, támogatások. És a mai nappal ez a korszak lezárul, és az új egyesület, a Balaton-Gyöngye Vidékfejlesztési Egyesület alkotja meg már a következő koncepciót majd, és a következő ciklusban az ő szakmai elvárásai szerint jelennek meg majd zömmel ezek a jogcímrendeletek. Én két okból örülök annak, hogy ez létrejött. Egyrészt, ha az ember mögé tekint az eseményeknek, akkor látja, hogy a 69 fővel vagy taggal létrejött egyesületben az önkormányzatok szinte egyöntetűen az újnak a létrejöttét támogatták. Ez valamit jelent. A másik dolog, ami eltér az eddigiektől, az pedig az, hogy több akciócsoport is a megyei önkormányzatnál működik együtt. Ez két szempontból rendkívül fontos. Egyrészt a szakmaiság, másrészt pedig a működési költségek jelentős csökkenését hozza. Mindannyian tudjuk, hogy a Somogy megyében, mondjuk a régióban működő 16 HACS, ebből mondjuk 6 a megyében, borzasztó eltérő működési költségszinttel dolgoztak, voltak abnormálisan magasak, voltak szerényebbek, és voltak ilyen átlagosnak tekinthetők. Ez mindenképpen egy limitáltabb lesz, mint eddig volt. A másik, ami miatt borzasztó fontos, az, hogy sokszor úgy érezte az ember, ugye hivatalként, hogy alkalmanként nincs igazán koncepció a HVS-ekben. Most lesz, mert egy kiérlelt, közös koncepció kerül fel, és igazából a
az egyesület, vagy a hacs, a LEADER programba, tehát a LEADER valódi célját valósítja meg reményeim szerint majd. Ez viszont nem más, mint a vidék olyan jellegű felemelése, hogy elsősorban a vidéki boldogulást, a vidéki munkahelyteremtést, a megújuló energiák mind nagyobb használatát, a saját terményeknek a piacra kerülését, elsősorban ezt kéne, hogy segítsék a gazdasági oldalon. A vidéki örökség megérzése szempontjából pedig a valódi értékeinket kéne megőrizni, és hát azt se titkolom el, hogy az identitást formálni, és ebbe beletartozik a magyarságtudat is. Célja kell, hogy legyen a következő koncepciónak, hogy ezeket a szempontokat szem előtt tartva alakítsa ki a munkáját. A hivatal részéről én felszeretnék minden szakmai segítséget ajánlani az itt ülőknek, az új hacsnak, meg egyáltalán hacsoknak, hogy gördülékenyebben menjen a munka, egy sokkal átláthatóbb, tisztább hát pályázat elbírálás legyen. A következő időszak egyik legsúlyosabb ügye lesz egy kifizetési kérelem dömping. Éppen ezért most szeretném elmondani a jelenlévő hacsoknak, hogy a közeljövőben a hivatal egy képzést indít a kifizetési kérelmek feldolgozására való felkészítésre, hogy ez minél frappánsabban, kevés hibával történjen, és senki ne hezitáljon, hogyha valamiben megakad, keresse a hivatalt, munkatársaimat, akik nagy szeretettel és hát nyilvánvaló, hogy legjobb szakmai tudásuk szerint segítenek. Ez a második alkalom, ünnepélyes alkalom a hacs életében, ugye a megalakulás óta. Én jó egészséget, jó munkát szeretnék kívánni az Egyesületnek, és bízom abban, hogy mindenki, a lakókörnyezete ennek a 33 településnek a megelégítésére végzik munkájukat, és úgy gondolom, hogy erre nagy szükség lesz ebben a forráshiányos időben, hogy ezek a megmaradó források, amik még megmaradtak, ezek mihamarabb jó helyre kerüljenek. Köszönöm szépen!